Kihirdették a Magyar Művészet Oktatásért díj kitüntetettjeit. A 20 elismert pedagógus között szerepel Tamás Attila, a Vikár Sándor Zeneiskola alapfokú művészeti iskola igazgatója is. A Magyar Művészet Oktatásért díjjal kitüntetett pedagógus az iskola igazgatása mellett a Murit Zsigmond Színház zenei vezetője is. Elmondta, fontosnak tartja, hogy az intézményükben végző diákok megfelelő szaktudással rendelkezzenek, és amit megtanultak, azt értsék és jól is műveljék. A zeneiskola igazgatót a Nyíregyházi Tankerületi Központ terjesztette fel a díjra. Nagyon szépen köszönöm a Nyíregyházi Tankerületnek, hogy erre a díjra jelölt engem igazgatóasszony személyesen. Úgy gondolom, hogy ez egy folyamat, és minden elismerés nem egy személynek köszönhető saját magamnak, hanem az az iskola, azok a kollégák, akikkel együtt dolgozunk, ami összmunkánk adja azt, hogy milyen elismeréseket kap az ember. Ez a díj 2002 óta létezik, és a legelső évben pont a Nyíregyházi Zeneiskola kapta meg, mint intézmény ezt a művészetoktatásért plakettdíjat, és én büszke vagyok rá, hogy sikerül úgy folytatni azt a munkásságot, amit elődeink elkezdtek, hogy most személyesen, mint igazgató is megkaptam ezt. Az igazgató kiemelte, fontos a családi értékítélet, az, hogy a gyerek több lábon álljon, ezért is kell már fiatal korban megismertetni az ifjúságot a muzsikával. A zene nagyon fontos mindenki életében, mert ez mindig egy örök érték marad. Én nagyon fontosnak tartom, hogy nem csak az egyéni tehetségeket és a lehetőségeket kell felkutatni és segíteni, hanem akár a városban, akár a régióban, vagy a kisebb közösségünkben lévő kulturális értékeket összefogni és ezeket felismerni, segíteni. És ez a kettő komplexitása teszi ki azt, hogy maga az egyén is és a környezet is tud fejlődni. Már március közepén megszületett a döntés a díjazottakról, és úgy tervezték, hogy a Magyar Zene és Táncművészek Szakszervezetének 80 éves jubileumi ülésen adják át a díjakat, de a vírus helyzet miatt ez elmaradt, így a két ünnep között hozták nyilvánosságra a díjazottak listáját.